Kellemes szép estét kívánok Önöknek nagy pénteken, ez az Allegeszi Televízió művészeti magazinja, a Kultúrrendezvú. Remélem ma is minket választanak. Természetesen egy kicsit majd fogunk a húsvéttal is foglalkozni, de egészen más témákról is esik majd szó a mai adásban. Többek között megtudhatják, hogy ki a tulajdonosa ennek a köztársasági érdemkeresztnek, amit a kezemben tartok. Hamarosan tehát erről is fény derül, viszont a részletek most következnek a képes tartalomjegyzékben, és aztán reményeim szerint majd jól döntenek, azaz továbbra is velünk tartanak. Ma mutatta be a Hevesi Sándor Színház Háj János Völgyhí című darabját. Az előadás középiskolásoknak középiskolásokkal zajlik. Tantermi deszka sorozat előadásáról kérdezzük a rendezőt és az egyik főszereplőt. A nemzeti ünnep előestéjén kapta, ma pedig a köztársasági érdemkeresztről beszélgetünk Török Zoltán református lelkésszel. Nagy péntek van, a hétvégén pedig húsvéti kavalkáddal várják az érdeklődőket a Falu Múzeumba. A programokat is megismerhetik, ha velünk tartanak. Helyezkedjenek el kényelmesen és töltsék velünk a következő közel 40 percet. Randevúzzunk ma este is együtt. Történetünk főszereplője Péter. Édesapja gazdag üzletember, anyja háziasszony. A család Balatson-Tomajon él. A fiú évközben kollégiumban lakik Veszprémben, nyáron, nyaralás helyett apja vízi bicikli kölcsönzőjében dolgozik. Jó tanuló, szófogadó gyerek, aki nem feltétlenül ért egyet barátja Deda lázadó magatartásával. Péter szerelme Zsófi Deda húga. A fiú rajongva szereti a másodikos lányt, aki bizonytalanul fogadja Péter heves, túlontúl ragaszkodó és mindenki mást kirekesztő megnyilvánulásait. Ez az alaphelyzet Háj János Völgyhí című darabjának, amelyből készült előadást ma mutatták be először a Hevesi Sándor Színházban. A Völgyhíd a tantermi deszka program része, amelyben 10-12-es diákokkal együtt fejtik meg az első barátság, az első szerelem, a szülői elvárások látszólag Bermuda háromszögének itinerét. A túravezetők ma Madák Zsuzsa rendező és Zsíros Viktor az egyik főszereplő. Itt, a Kultúrrendezvú stúdiójában. Akiknek szép estét kívánok. Na, túrázzunk? Maradhatunk akkor ebben az intellektusban? Mármint, hogy ez valóban egy túra? Némi kis irányvezetéssel, tanácsokkal? Fiatalok számára? Hát, így, hogy tanácsok. Hát mi nem szeretnénk tanácsokat adni. Nem tisztünk és nem dolgunk, hanem felvázolunk ugye egy történetet, egy fiktív világot, ami nagyon közel áll az övékhez. És hát mi bemutatunk egy történetet, amiről utána beszélgetünk közösen, de semmiképpen nem szeretnénk mi tanácsokat adni, nem vagyunk pszichológusok, nem ez a mi dolgunk, hanem teret adunk és lehetőséget arra, hogy megbeszéljük az ő hétköznapjaikat. Igen, örülök, hogy ezt említetted, mert mint a bevallását szerint nem vagytok pszichológusok, de hogy akkor elsősorban mi a célja mondjuk ennek a darabnak? Nyilván a korábbi hasonló programjaitok alapján is tudjuk, hogy nyilván a fiatalokat közelhozni a színház világához, de azért nyilván egy ilyen tehát egy ilyen történettel azért sokkal többet lehet generálni azokban a fiatalokban, akik mondjuk ebben részt vesznek. Vagyis akkor inkább mi? Tehát ti meghagyjátok a lehetőséget, hogy mi szépen bemutatunk egy darabot, és akkor tessék azon vitatkozni, vagy magatokra ismerni, vagy eltolni magatoktól. Hát nyilván a többi programnál is kicsit ez a cél, csak hát ugye ott van egy irodalmi kontextus. Itt is van, csak ott, hogy mondjam, az öt klasszikus darabokat vettünk eddig elő a tantermi deszka sorozatba. Molière ugye Skapenfur fangjai kapcsán volt a Skapen a spanom, csak Rómeó és Júlia ugye Shakespeare műve alapján,
És hát ugye ott az a kérdés, tehát ott is azt szeretnénk, ha az ő hétköznapjaikról beszélgetnénk, csak hát ugye ott egy ilyen időutazást kell megtennünk, hogy igen, amit ott látunk, az tulajdonképpen így van valahogy ma is, és az emberi, ahogy az ember működik, az nem változott teljesen mindegy, hogy hány, mikor írták ezt a művet, tehát mégiscsak emberekről szól, és ugye át kell ívelni ezt az időt. Itt ugye nem kell átívelni az időt, mert a jelenben játszódik, tehát itt is ugyan ilyen értelemben itt is problémákról beszélgetünk, csak ez még közelebb áll hozzájuk, ugye, mert ráadásul kamaszok a főszereplők is, és a jelenben játszódik. Szerinted egyébként, Viktor, az könnyebb feladat így egy mai történettel megvalósítani azt, ami a célja ennek a sorozatnak, illetve konkrétan ennek az előadásnak, vagy mondjuk lehet, hogy pont izgalmasabb az, mikor el kell képzelnünk magunkat Shakespeare korában? Uh-huh. Hát szerintem ez egyébként darabfüggő. A Rómeó és Júlia az más városokban is előjön, mint beavató program diákoknál. Azzal tudnak menni, mert kifejezetten az ő korosztályukról van szó. Annak a probléma rendszerével, nyilván a szerelemmel. Ez annyiban másabb, hogy itt tényleg könnyebben beleélik magukat talán. Mert hogy ebben a korszakban játszódik ugyanazok a problémák, amik náluk naponta előkerülnek. Neked például, mint aki a színpadon dolgozik, mert ugye hogy mondjam, tehát Zsuzsának szerintem sokkal aktívabb a kapcsolata mondjuk a közönséggel, bizonyos okoknál fogva. Nyilván te is találkozhatsz az utcán akár színház szerető közönséggel, de az, hogy egy olyan programban veszel részt, egy olyan előadásban, ami aztán utána interakcióvá válik, az például a számodra inkább ijesztő és nagyobb teher, vagy ez mondjuk nektek, hogy úgymond kicsit áldásosabb, hogy azonnal van egyfajta kommunikáció azon kívül, amit mondjuk esetleg egy irodalmi darab képes kommunikálni, hiszen jó esetben egy kommunikáció a színpadról és a közönség között. Hát neked például, és aztán megkérdezik Zsuzsát is. Én nagyon szeretem azt is, hogy nyilván amikor már majd iskolákba fogjuk játszani, nem lesz túl nagy a tér, tehát effektíve közel vagyunk egymáshoz. Nagyon szeretem, mert bensőségesebb a hangulata, mint ha esetleg a közönség 27. sorából néznék, hogy ez a kis törpe a színpadon az mit csinál. A magánéletben meg úgy vagyok ezzel, hogy szerintem hozzátartozik. Hozzátartozik, hogy esetleg elbeszélgetni azokkal, akik látják ezt a darabot. Aztán utána nyilván levonni a konklúziókat, hogy mit kell változtatni, mihez kell hozzáadni, meg hogy amúgy is a visszajelzés nagyon fontos. Meg hát, hogy most ők nagyon aktívan részt vesznek a programban, és hát ez nem úgy történik, hogy én ezt így kitaláltam, és akkor utána ma kipróbáltuk, és szegények belecsöppentek, hanem mivel ilyen szerepjátékokat játszunk a gyerekekkel, tehát igazából mi nagyon sokat próbáltunk a programra is magára, tehát felkészültünk így közösen csapatilag, hogy valóban egy csapat lehessünk a programba, tehát ne arról szóljon, hogy én ott okoskodom, és a gyerekek esetleg válaszolnak, vagy a gyerekekkel én nagyon jól kommunikálok, ők meg ebből kiszorulnak, hanem ilyen értelemben, ha pont ezek a megoldások, amikről beszélünk, hogy már felmerült, ugye, hogy az ő problémájuk jelenik meg a színpadon, akkor ők olyan fiktív játékokat játszunk, hogy hogyan tudunk változtatni a történet menetén, hogy ne következzen be az, ami a cselekményben bekövetkezik, és ez mondjuk milyen beszélgetés szükséges, és akkor ők ott a színésszel együtt tehát egy szerepet felvéve a színésszel együtt. Hát ilyen értelemben ez nem is annyira improvizáció, mármint csak verbális improvizáció, tehát nem az a lényeg, hogy itt látványosan bejöjjünk, elessünk, nem tudom, lufit fújjunk közbe, hanem az, hogy ott ül a színésszel szemben, és mind a ketten figurában vannak, és megpróbálják megoldani azt a problémát, amit nem sikerült a történetben. És ez nagyon izgalmas szerintem a színészeknek is, és nyilván a diákoknak, meg hát nekem is, tehát hogy ez mindenkinek egy jó ügy. És az a jó, hogy ilyenkor kialakul egy ilyen közös agóra, tehát itt most megszűnik az, hogy ki diák, meg ki színész, hanem igazából az a cél, hogy ez egy valódi játék, közös játék és közös beszélgetés legyen. Mennyire kell őket noszogatni? Az elején inkább, de ez kb. 5-10 percet jelent. Utána már felveszik a fonalát a dolognak, és tényleg nagyon úgy látszik, hogy
ebből a pár előadásból, mi eddig egy volt, két fő próba volt még. Uh-huh. Hogy utána már viszi őket a játék. Igen. Nyilván ez mindig változ, más lesz. Tehát ez gondolom a szereplőktől is. Szereplőktől is, meg hát csoporttól is. Tehát attól függ, hogy milyen közegben, milyen csoportba megyünk. Egy osztályközösségbe, akik jobban nyitottak egymás vele. De lehet, hogy nehezebb lesz egy osztályközösségbe, ahol pont nem merik kibeszélni annyira a problémáikat, és egyszerűbb mondjuk az évfolyamtársaikkal, vagy iskolatársaikkal szemben. Én azt gondolom, hogy ez mindig nagyon változó lesz. Tehát, hogy tőlük függ, mi ugyanúgy állunk ott, és ugyanúgy segítjük őket, de ez biztos, hogy nagyon izgalmas lesz, hogy ez hogyan alakul, és az biztos, hogy nagyon sok meglepetés fog minket érni. Tehát itt még a tizedik után sem fogjuk tudni, hogy még mi várhat ránk, mert ez ilyen értelemben nagyon nagy terep, és nagyon-nagyon széles spektrum, és nagyon sok dologról lehet beszélni, és alapvetően ők irányítják a beszélgetést, tehát hogy mi nem szeretnénk irányítani őket, mi nem szeretnénk valamilyen megoldást kínálni, hanem amiket ők felvetnek, azt próbáljuk meg tovább görgetni, és játékosan feldolgozni velük. Két dolog, és azért tőled kérdezem, mert ugye nyilván, mint programvezetőként is tapasztalatod van, ugye már nem az első ilyen előadás, illetve program, ami ebben a sorozatban szerepel. A két dolog, az egyik, az az, hogy például ti mennyiben másként készítettétek el például ezt a programot, mint a korábbiakat, annak tükrében, hogy mondjuk a korábbi tapasztalatokat miként tudtátok ezt ebbe a haszonként mondjuk átültetni? Hát nyilván ez nagyon fontos szerepet játszik, meg a programok folyamatosan alakulnak, tehát a Skapen program sem ugyanaz volt, amikor az elsőnél, mint amikor a 15. Tehát folyamatosan építjük be, a Rómeó is teljesen változik, nem teljesen más, de változik, alakul a program, de alapvetően itt egészen más, nem úgy más fókuszt szerettünk volna, tehát ugye míg a Molière-nél főleg az volt, hogy a Molière-i figuráknak az élethelyzetei tulajdonképpen hasonlítanak a mi élethelyzeteinknél. A Csak Rómeó és Júlia ott az adaptációt célozta meg, az adaptáció problematikáját, hogy egy történetet nagyon sokféleképpen el lehet mesélni, nagyon sokféle eszközzel. Ott azért bejött nagyon sok formai kérdés is. Itt háttérbe szorulnak a formai kérdések, háttérbe szorul az irodalmi anyag, tehát sajnos nincs rá keret, hogy beszélgessünk Hály Jánosnak a nyelvezetéről, vagy bármivel ezzel kapcsolatban, hanem itt abszolút úgymond az ő mindennapi életüknek a problémáit vetjük fókusz alá. Másikat tulajdonképpen kérdezhetem Viktortól is, hogy te hogy látod? Azért is, mert mondjuk korban egészen közel állsz mondjuk a középiskolás korosztályhoz, hogy mennyire szükséges ez, mennyire kell nevelni őket. Egyrészt arra, hogy a színház látogatás élményére, és hogy egy olyasfajta programban vegyenek részt, mint ez, ami valóban testközelivé és aktívvá teheti mondjuk az ebben résztvevőket. Tehát szerintem mennyire van erre szükség? Tényleg ennyire ráfér a jelenkor középiskolásaira, vagy úgy egyébként mondjuk a tínédzsereknek jó, hogyha mondjuk ilyennel találkoznak? Én úgy képzelem igazából el ezt a dolgot, hogy nyilván van egy előadás, de ennek igazából a koronája az maga a beavatott program. Ami nem arról szól, hogy akkor mi most őket tények elé állítjuk, hogy ez már pedig így van, kisfiam, ez már pedig így van, így kell csinálni a dolgokat, így meg nem, hanem hogy gondolkodásra sarkaljuk őket. Szerintem egyébként ezt a iskola rendszerben is át kellene menni. Hogy ne az legyen, hogy József Attila ebben meg ebbe a versébe kifejezetten erre gondolt, mert azt senki nem tudhatja. Nyilván minden művészeti ág szubjektív. Csak szubjektíven lehet megélni. Mondjuk erre értelmezésem szerint a színház abszolút alkalmas, hiszen pont itt is a hatás, ellenhatás és a gondolkodás a cél, hogy azt generálja. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Azért is köszönök el, mert Zsuzsa Rohan furtluz lesz. Igen. Jó leszel ma is? Persze. Okay, jó van. Akkor az ígéretet számon lehet kérni hamarosan a Hevesi Ámbra színház színpán. Köszönöm szépen, örülök, hogy mindenről beszélgethettünk. Köszi. Köszönjük.